A döntő harmadik mérkőzése is az előző két találkozó forgatókönyvéhez hasonlóan indult, felváltva szerezték a kosarakat a csapatok. Az első negyedet 1 ponttal nyerték a vendégek, majd a folytatásban 6 ponttal elépett a Nyíregyháza, de a BKG gyorsan felzárkózott, így végül 34-32-es állásnál vonulhattak le a nagyszünetre a játékosok. A térfélcserét követően átvették a vezetést a Szigetszentmiklósiak, a negyed végén azonban fordult a kocka, a záró 10 percnek 3 pontos előnnyel vágott neki Boris Majkovics együttese. 4 perccel a meccs vége előtt döntetlen volt az állás, majd 7 pontot szereztek zsinórban a hazaiak, akik előnyükkel jól gazdálkodtak a hátralévő időben, és megnyerték a meccset, újabb lépést téve a feljutás felé. Kemény meccs volt, és ez nagy dolog ilyen meccs győzni. Muszáj is gratulálni BKG-nak, mert tényleg jó játszanak, de mi is videkezek köszöntő nyerünk ez a meccs, mert ők bedobnak 63 pont, de most már ez kell elférteni és már koncentrálni a szerdára a következő meccs. A nyíregyháziak legeredményesebb játékosa Tóth Gergely volt, aki 32 perc alatt 18 pontot szerzett a mérkőzésen. Én úgy gondolom, hogy hajtos-pörgős meccset játszottunk az előző találkozóhoz képest. Én úgy gondolom, és hát a magam nevében tudok beszélni, hogy megnehezítettük magunknak ezt a találkozót. Jó magam szerintem 4-5-6 üres zicsert hagytam ki. Én úgy gondolom, hogy azért lett ilyen szoros a vége. Sikerült a megbeszélt védekezést úgy gondolom, hogy helyre közze így véghez vinni. Szerintem csapatként játszottunk, járt a labda. Én úgy gondolom, hogy a külső dobás az annyira nem ment a mostani találkozón, de úgy gondolom, hogy a kitartásnak és a harcosságnak köszönhetően megnyertük ezt a találkozót. A kékcápák 2-1-re vezetnek az egyik fél 3 győzelméig tartó párharcban. A negyedik mérkőzés szerdán játsszák Szigetszentmiklóson. Vendégsiker esetén a Nyíregyháza Blue Sharks feljut az NB I/B csoportjába.